A tavalyi berlini Európa-bajnokságon elszenvedett lábtörése óta először áll rajthoz a hétvégi Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló két részletben 6 hetet edzőtáborozott Portugáliában, ahol napi két edzéssel heti 160 kilométert teljesítve készült az idei versenyekre. Ezek közül az első a szlovákiai megmérettetés, ami az egyik legrangosabb gyaloglóversenynek számít Európában. 42 versenyző fog elindulni 50 kilométeren. Érdekes, hogy még Kolumbiából is jönnek versenyzők. Ebből a 42 indulóból körülbelül 9 vagy 10 olyan versenyző van, aki velem egy szinten van, aki nekem nagy riválisom, és akik valószínűleg ők is ott lesznek a világbajnokságon, illetve a jövő olimpián. Ez nekem nagyon jó hír, hiszen lesz kivel mennem itt ezen a versenyen, és nem pedig egyedül kell majd egy kis országos bajnokságon versenyezni. Mivel az idő nekem az nagyon fontos lesz, mert ez lesz az első kvalifikációs verseny már a jövő olimpiára. Szóval jó lenne ezt a versenyt úgy befejezni, hogy már biztos induló lehessek majd a tokiói olimpián. Az előző két olimpián résztvevő Helebrant Máté számára a korábbinál nehezebb kvalifikációs szint teljesítése sem jelentett problémát Szlovákiában. A világbajnoki szint az 3 óra 59 perc, viszont az olimpiára már 3 óra 50 percet kell gyalogolni, tehát ha 3 óra 50 belül tudok célba érni, akkor a VB-re is, illetve az olimpiára is meg lesz a szint. Az az érdekes, hogy az eddigi olimpiákon 4 óra 6 perc volt a kiküldetési szint, és ezt most a Nemzetközi Atlétikai Szövetség jóval megerősítette, 16 perccel lett erősebb ez a szint. Nekem ez még kötelezőnek mondható, szóval nekem ennek meg kell lennie, de hát egy 4 órás versenyről beszélünk, és bármi közben jöhet. Ettől függetlenül ez a minimális cél, hogy ez meglegyen, illetve az országos bajnoki cím, és hát a nemzetközi mezőnyben is szeretnék az első háromban végezni. Helebrant Máté pénteken utazik Dudincébe, ahol szombat reggel 8 órakor rajtol el az 50 kilométeres gyaloglás mezőnye. A versenyzők 1 kilométeres körpályán teljesítik majd a távot.